tájékoztatás annak, hogy milyen vagy már. Te ebből a tiszta szeretetből vagy, és amikor ezt értjük, ez nyilvánul meg belőlünk. Amen. Az elmélkedés ebben a leckében, a János 1.9, ő volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Jó, és akkor lefekvés előtt, vagy bármikor, amikor ez eszedbe jut, akkor bambuljál ezzel az igén, hogy ő volt a világosság, megvilágosít minden embert. Ezt tudjátok már, hogy kell csinálni, rákcsálni ezteket a gondolatokat, vagy hasonló gondolatokat. A megerősítés. Felolvasom, vagyis mondjátok utána, vagy együtt mondjuk. Isten megvilágosít engem. Az vagyok, akinek Isten kijelent engem. Semmi más nem határoz meg engem, mint Isten rólam való véleménye. Jó. Na most itt van néhány kérdés. Mit jelent neked, hogy Isten a világosság? Vehetjük költői kérdésnek, és akkor túlugrunk. De ha valakiben nagyon buzog, hogy valamit hozzá akar tenni, vagy mondani, akkor mondja, én csak felolvasom a kérdéseket. Mi a szeretet legfőbb vágya? Erről beszéltünk. Beszéljétek meg, mi Jézus definíciója az örök életről? Ki tudja ezt így fejből, ezt az igét, a János 17.3-at? Igen? Így van, így van. Tehát az ő megismerése. Nagyon jó. A házi feladat. Ír egy rövid fogalmazást, hangsúlyozom a rövid szót, Isten önkifejező természetéről kapcsolatba hozva mindezt azzal, hogy egyébként csak szeretném megdicsérni a Jenit, hogy itt a 6 oldal, vagy 7 oldalas, igen, 2 le, de az egyik az 7 oldal, csak az egyik. Tehát, hogy ilyen dolgozatokat ír, és fantasztikus, komolyan, fantasztikus, tényleg dicsőség. Persze ez is elég sok minden, a múltkor neked is van, hogy több oldal, ja. Elolvasom a több oldalt, és csak mondom, hogy nem viccelek. Jó, tehát, hogy rövid fogalmazás, Isten önkifejező természetéről kapcsolatba hozza mindezt azzal, tessék? Igen. Ahogy benned is rajtad keresztül kifejezi önmagát. Jó, szóval ezek tulajdonképpen, ha nem írod meg, nem írod meg, de egyre jobban értjük Isten természetét, ezáltal a magunk természetét is megértjük, ami őróla igaz, ránk is igaz. Ő a világosság, mi is a világosságnak a fiai vagyunk. Ez olyan csodálatos, fantasztikus dicsőség az Úrnak. Halleluja! Köszönjük neked, drága Jézus, hogy ami rád igaz, az igaz ránk is, Uram. Köszönjük, hogy ez az új parancsolat, Uram, és a sötétség szűnni kezdett, Uram, és az igazi világosság fénylik. Uram, köszönjük, hogy Te megvilágosítasz minden embert. Az az élet, ami benned van, megvilágosít, Uram. Köszönjük, Jézus, hogy amikor Te feltámadtál, utána a tanítványok, amikor hallották és megértették, Uram, tapasztaltak magukban valamit. Uram, hálát adunk Te neked. Uram, hogy Te voltál Istennek a szava, aki kijöttél, Uram, és termővé, gyümölcsözővé tetted a földet. Uram, mi vagyunk, Uram, az a föld, Uram, ahol rezonáltunk erre a te szavaidra, Te rád, Uram. Köszönjük, hogy az a mag, Te, aki elvetettél, Uram, ugyanaz a kalászban, Uram, mi, az egész emberiség, Uram, megjelent. Köszönjük, Uram, hogy a Te halálod volt az, ami rendbe tette az egész világot. És hálát adunk neked azért, hogy az a mi dolgunk, hogy ezt elmondjuk, Uram, hogy mindenki lásson, mindenki meglássa azt, amit Te megcselekedtél. A Jézus Krisztus nevében. Amen.